gondolom, hogy ennek a darabnak az eufóriáját közvetítsem. Az első benyomás szerintem mindenkinek a gyerekkori élménye, amikor az Örömóda dallama beugrik. Nagyon nagy öröm, nagyon nagy felelősség, és nagyon nagy csoda. Halász Péter vezényletével a zenekar és az énekar mellett Kolonics Klára, Sök Atala, Horváth István, illetve Brecz Gábor előadásában hangzott fel Beethoven 9. szimfóniája. Az, hogy mi most ezt 225-en zenéljük, az egy egészen különleges pillanat. 225 művész egyszerre közvetítette a világ egyik legismertebb zeneszerzőjének talán legismertebb művét, amely még abban is különlegességet hordozott, hogy ezúttal belekerült annak a 28 oldalas Mahler-i jegyzetnek a tartalma is, amely a szimfónia több pontján megerősítette a Beethoven partitúrát. A lenyűgöző mű hatását igyekeztük elemezni, amely az összetartozást is szimbolizálja. Az esten dr. Erős Lóránd idegsebész is beszédet mondott az egység erősségéről. Európát nem lehet elképzelni sem a múltban, sem a jelenben Magyarország, sem annak tája, sem annak népe nélkül. Az előadás sikere, a szerző zsenialitása pedig végül percekig tartó tapsban volt mérhető. A 9. Beethoven utolsó befejezett szimfóniája. A szerző életének nagy gyötrelme volt a hallásgond. 28 évesen kezdett megsüketülni, és ahogy rosszabbodott az állapota, egyre kétségbe esettebb lett. Hallócsövet használt, ezzel próbálta orvosolni hallás problémáit, de mire megkomponálta a 9. szimfóniát, már teljesen süket volt. A szimfóniát harmadik Frigyes Vilmos porosz uralkodónak ajánlotta, és Friedrich Schiller, romantikus költő, az Örömhöz című ódájából is tartalmaz részleteket. Az utolsó tételben ezeket énekli az énekkar mellett a négy szólista is, a zenetörténelem első példája ez, amikor egy szimfóniában szólóének hangot is fel lehet fedezni. Nagyon érdekes a szimfónia felépítése. Nagyon jó lenne tudni, hogy ez Beethoven vajon, amikor ezt elkezdte komponálni, ugye több mint 10 évig, ha jól tudom, 12 évig komponálta, akkor már a fejébe volt ez a koncepció. Valószínűleg nem volt még a fejében, amikor a vázlatait írta. Ez később alakult így ki, hogy a szimfónia negyedik tételében eljutunk egy olyan pontra, amikor már nem elég a szimfonikus zenekar, hanem az emberi szó és az emberi hang segítségét kell hívnia ahhoz, hogy a mondani valóját kiteljesítse. '98-ban énekeltem talán először itt az Operaház színpadán. Még nem énekeltem az operába semmit, de ebbe a produkcióba bekerültem. Ebben a darabban a legnehezebb dolga a kórusnak van. Tehát én azt gondolom, hogy a kórus maga az emberiség. Az összes teremtett lélek, a zenekar és az emberiség, akinek ahhoz, hogy örüljön, szenvednie kell, mert olyan követelményeket támaszt a kórus egyes tagjai előtt, ami szinte lehetetlen leénekelni. Egyesülünk mindannyian ezzel. Én csak lehet, hogy éppen Gábriel Arkangyal vagyok, vagy valaki a tömegből, rajtam nincs akkora teher ebben a darabban, mint amennyit a közösség el kell, hogy bírjan azért, hogy eljutassa ezt az üzenetet. A mű első három tétele, illetve a negyedik eleje is egy előkészület. A jól ismert végkifejletet variációkban fogalmazza meg.
Az egyes hangszerek előre játsszák a végül ének és kórus hangokkal együtt megfogalmazott örömóda részleteit. Az igazán óriási zsenialitása a késői Beethoven műveknek, az nem is maga a téma mi volt a csak, hanem hogy hogyan bánik vele. Ez az, ami teljesen utolérhetetlen. Ezzel a művel a berlini tanulmányaim során találkoztam először. Bevallom őszintén, a fafúvósoknak meg szerintem alapjába véve beszélhetek az egész zenekar nevében. Ez a mű viszonylag fárasztó, elég robosztus. Számomra motiváló a töltete is, hogy az új évre nézve, akár hogyha lesznek nehézségek, abban is érdemes mindig a pozitívumot és az örömöt megtalálni. Az összetartozás jelképe az egész mű, ez engem megfogott. Az öt kontinens összetartozását jelképezés. A december 31-én játszották sok-sok országban. Kihegyezném ezt egy kicsit, hogy nem csak a családi összetartozás, mert azt alapvetésnek kezelem, és az a legfontosabb, és ott vagyunk a leghatékonyabbak, de hogy ha visszanézünk a 2023-as évre, ne felejtsük el, hogy az emberek felelősek vagyunk egymásért. ...1985 óta az örömóda az Európai Unió himnusza is egyben, igaz csak az instrumentális változat, hogy egyik nyelv se kerüljön előtérbe. A tagállamok közös értékeit, a szabadságot, a békét, a szolidaritást és az egységet jelképezi. Még a szólók is nagy részt a kórus anyagából táplálkoznak. A baszbariton indítás és a szopránnak van egy olyan szólóállása, itt a tenornak egy pici áriája, ami nem szerepel a darabban, de szerintem az összes többi, amit kollektíve kvartettként éneklünk, az megjelenik a kórusban is, tehát nincsen egy olyan funkciója, inkább csak ráerősít, hogy mindenkit van, egyének és közösségek egyaránt. Érdekes módon Beethoven a negyedik tételben, még a harmadik tétel idézete után is azt mondja az nekem, hogy nem, még ez sem az életnek a célja, hanem mi az életnek a célja, az, hogy öröm, és az, hogy az emberek egyesülnek, és egy feloldódnak a közösségben. Beethoven olyan világról beszél művében, ami összehozza az embereket, hogy együtt érjenek el valamit. Az egység üzenete átjött január első estéjén, az Operaházban hallható előadásokon is. Ez számomra legalábbis szinte túl van téren és időn ez a szimfónia. A képzőművészetben talán a Sixtus kápolnához, vagy a drámairodalomban a Hamlethez tudnám esetleg a párhuzamot hasonlítani. Tehát egy akkora csúcsa az emberi kultúrának, hogy tudjuk, hogy ezt egyetlen ember komponált, ami egy teljesen hihetetlen dolog, de én úgy érzem, hogy nagyon boldogak lehetünk, hogy ilyen művekkel találkozhatunk.